A tamási székhelyű Aranyszarvas KHS-e új eszközparkjának egy része, valamint a CrossFit csoport elindítása és működése a Nemzeti Együttműködési Alap és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT támogatásának köszönhető. De hogy pontosan mi is ez a mozgásforma? CrossFit az egy márkanév, és van egy World CrossFit Games, egy ilyen világverseny, ahol egy magyar versenyző is jól szerepelt. Én ezt csalogatónak adtam, és azért is írtam a hirdetést, hogy CrossFit jellegű gyakorlatok, ugyanis a CrossFitbe például beletartozik a olimpiai súlyemelés, amivel mi nem foglalkozunk, hanem a szomszédteremben a Béla. Mi olyan gyakorlatokat használunk, amit a földharc edzéshez, crossfit jellegű köredzés, illetve a crossfitben is felismerhető eszközökkel végzünk olyan gyakorlatokat, amit a földharc edzésnél mi versenyekre kreáltunk, próbáljuk végrehajtani őket, és most nyitottá váltunk olyanok számára, akik nem versenyeznek, hanem kizárólag ezzel szeretnének foglalkozni, ezekkel az érdekes gyakorlatokkal, érdekes eszközökkel, amivel általában egy konditeremben nem találkozunk. Természetesen vannak olyan eszközeink is, amit egy hagyományos fitness vagy kondicionálteremben megtalálunk, de nagyon sok csak speciálisan a földharc vagy egyéb ilyen küzdősportoknál, a felkészülésnél láthatunk csak. Nem erőnléti gyakorlatilag, épp az a lényeg, hogy nekünk a sportágunkban és általában mi megközelítésünkben az a lényeg, hogy nem nagyon szeretnénk izmot építeni, hanem a testnek a természetes funkcióit visszaadni. Nyilván az ember megerősödik, megizmosodik, de teljesen másfajta testfelépítés lesz, teljesen másfajta idegizom kapcsolat, mint a testépítésnél. Úgy nevezzük ezt, hogy funkcionális fitness. Tehát, hogy ez lehetne a célunk, hogy minden egyes hétköznapi mozgásra megerősödjünk, visszaadjuk azokat a képességeket, amik gyerekkorunkban megvoltak. Az alapgyakorlatok gyakorlatilag az különféle cipelések, hordások, emelések, húzások, tolások. Az előbb említett mozgásformák mellett természetesen hangsúlyt kap a kardioedzés is a crossfit jellegű edzésen. Van egy evezőgép, ami például a crossfitből származik. A crossfitben egy koncept 2-es evezőgépet használnak, ami gyakorlatilag csillagászati árba kerül, de szerencsére vannak utángyártott példányok, amik hasonlóan jók, de kevésbé drágák. Ezt sikerült a sportegyesületnek megszerezni. Ami nagyon lényeges, az majd nézzétek, a kettlebell gyakorlatok, ez gerincét teszi a dolognak. Ugye a kettlebell Magyarországon egy levédett márkanév, tehát igazán akkor vagyok korrekt azt mondom, hogy harangsúlyjal gyakorlunk. Itt vannak különböző lendítéses, emeléses gyakorlatok. Ugye itt a koncepció alapja az, hogy a mézmokat erősítjük, a gerincnek a mézmait, a csipőnek a mézmait, és azt szeretnénk, hogyha nagyon sokáig járna ide mindenki. Mindig megkérdezzük, hogy kinek mi a célja általában. Ugye ezek a népszerű dolgok szoktak lenni, hogy fogyjunk, meg mit tudom én. Ezzel csak részben tudunk mit kezdeni, mert úgy lehet fogyni, hogy kevesebbet eszünk. Nyilván ez vicc volt, kicsit többet is kell mozogni. Tamásiban, a sportok házában heti kétszer van edzés, amikor a földharcosok mellé csatlakoznak olyanok is, akik e-sporttal szeretnék formában tartani testüket. Ma már népbetegségnek számít a gerincsér, de még ez sem lehet kizáró ok. Nem vagyok orvos, tehát az, hogy kinek milyen fajta gerincsérülése van, vagy gerincsérve van, az szakember nézze meg, de bizonyos gyakorlatok tudnak ezeken a dolgokon segíteni, például a kettlebell is. Amit például itt oldalt lehet látni, egy emberke buzogánnyal dolgozik, ő végzett testépítést a Zsolti nagyon sokat, és ugye a testépítés az egy bizonyos vektoriális emelések és mozgások, a váll elveszti a saját funkcióját, egy idő után alapból fájdalom lesz ebből, és a buzogányos gyakorlatokat például azért találták ki, hogy visszaadja a vállnak a teljes tartományát, ennek az összetett izomnak a teljes mozgás tartományát. Kérdésedre válaszolva, igen, gerinc problémákkal lehet ezt csinálni, nyilván másfajta gyakorlatokat, és mindig orvossal való konzultációval. Mindenkinek ajánlott, és ugye nem mindenki végez minden gyakorlatot, tehát vannak férfiak és nők, az a két csoport, különböző protokoll van, a nőknél általában két gyakorlat sor jut az alsó test és egy a felső test, a férfiaknál egy-egy az arány, és valaki pedig kihagy bizonyos gyakorlatokat, tehát akik idősebbek és nem akarnak nagyobb súlyokat mozgatni, azok más dolgokkal fognak foglalkozni. Mindenkinek ajánlott, és van, aki elhozza a gyerekét. És nekik is tudok játékos feladatot adni, hogyha elférünk. És ugye az a szabály, hogy egy olyan 5-8 percig végzünk egy gyakorlatot, és azon belül mindenki a saját intenzitásában végzi ezt a gyakorlatot. Tehát én nem számolom, hogy most 50-szer csinálod meg, hanem meg kell találni a saját testednek, meg az
állóképességednek a határait. Most már mindenki megismerte, hogy miből választhat, és akkor én így nagyjából figyelem őket, hogy ki hova kerül, mindig cserélünk, mérjük a gépekkel az időt, és akkor ahol látom, hogy ott valamilyen mozgás van, ami nekem nem tetszik, azt kijavítom, oda megyek. Tehát a mozgás minőség a fontos, nem az, hogy nagyon sokszor csinálunk ugyanolyan rosszul gyakorlatokat. Itt az emeléseknél, cipeléseknél nagyon fontos a csípőnek a munkája, mert hogyha rosszul végezzük, akkor ezeket a rossz berögződéseket fogjuk megerősíteni, és a problémát még jobban felerősíteni. A testedzés egyfajta fizikai aktivitás, amit azért végzünk, hogy megdolgoztassuk, megerősítsük és fejlesztjük testünket, beleértve a keringési rendszert is. A crossfit jellegű edzésen Tamásiban nem volt olyan sporteszköz, mely kihasználatlan lett volna, hiszen a terem megtelt. De valóban ekkora a hajlandóság a mozgásra? Kevés, de most meglepő, hogy itt elindította a sportegyesületünk ezt a programot, az Aranyszarvas Közhasznos Sportegyesület, és jöttek. Tehát most nagyon sokan vagyunk, úgyhogy lehet, hogy még egy csoportot kell majd csinálnunk, mert nagyon sokan vagyunk egyszerre. A rendszeres testmozgást érdemes beépíteni a mindennapjainkba. Ez jelentett akár aktív sétát, de az egészségünk érdekében a legelőnyösebb, ha valamilyen rendszeres sporttevékenységet is sikerül beilleszteni a hetünkbe. A lényeg, hogy még ma kezdjünk el mozogni.